Ebben az épületben működik majd felújítása után Mözsön a Német Alkotóház, mely a többi népcsoport számára is lehetőséget ad majd kultúrájuk tovább örökítésére. Az épületet a Tolnai önkormányzat adta a népcsoport tulajdonába. Pályáztunk is, 1 millió forintot már nyertünk az átépítésére, felújítására, illetve egy pályázatnak az eredményére várunk, ahol 10 millió forintot szeretnénk kapni, és így akkor el tudjuk kezdeni az épületnek a felújítását, ami egy újabb lépést jelent majd az önkormányzat életében. Egy olyan alkotóházunk lesz, ahol üléseket tudunk tartani, és a németségnek lesz egy találkozó helye. A tervek szerint néptánc csoport és nemzetiségi énekkar is szerveződik majd a házban. A német kluboknak helyet adunk, tehát a Mözsi és a Tolnai klubnak is helyet adunk. Tervezzük azt, hogy egyéb nem csak német, hanem a város kisebbségeinek is helyet adunk, ami az alkotóházba belefér. Az önkormányzat vezetői a jövő évre azt tervezik, a vírusjárvány ellenére tovább viszik azokat a projekteket, melyeket elindítottak ebben az évben. Szervezik a Schwabbát és a kitelepítettekről szóló könyv kiadását, de az erőket a ház felújítására koncentrálják.